Sziasztok! A mai videóban az általatok feltett kérdésekre fogok válaszolni. Nagyon-nagyon sok komment érkezett Facebookon, amit innen is köszönök, úgyhogy most megpróbálok minél többre válaszolni. Jöjjenek is a kérdések! Emese kérdése az volt, hogy kiskorodban mi szerettél volna lenni? Imádom a videót, de csak itt tovább, köszönöm szépen! Nos, gyermekkoromban mindig voltak ilyen szakaszaim, hogy éppen mi szerettem volna lenni. Emlékszem, legalábbis a legrégebbi emlékem erről, hogy fodrász szerettem volna lenni, és emlékszem is, hogy volt egy ilyen kicsi lila hajszárító, és mindig azzal játszottam, és anyukámnak csináltam a haját, és sokszor emlékszem, hogy ki is minkeltem őt. Magamat soha még így játékból sem szórakoztam ezzel, őt nagyon gyakran kisminkeltem, és a haját is megcsináltam. Szóval a legelső az a fodrász volt, utána régész akartam lenni, mert volt egy könyv, ami erről szólt, hogy menjünk ki a kertbe, és akkor kis fémpénzeket, meg mindenfélét lehet majd találni a földben, és azt annyira szerettem, hogy emlékszem, hogy tényleg mindig ilyen régészeset játszottam, nagyon érdekelt a történelem, mindenféle ilyen régies térképeket szedtem elő, úgyhogy az volt a második korszakom, a régész, utána volt az újságíró korszakom, és azt hiszem ennyi, szóval ez a három meghatározó volt a gyerekkoromban. Vivien kérdése, ha egy hétre megkaphatnád akármelyik híresség teljes ruhatárát, kiét választanád és miért? Egyértelműen Blake Lively ruhatárát választanám, ő számomra egyszerűen valami tökéletesség. Ránézek, és maga tényleg a tökéletes nő jut róla az eszembe, annyira csodaszép, és az Adeline varázslatos életében is valami fantasztikus, ahogy kinézett. Egyébként maga a film annyira nem nyerte el a tetszésemet, maga a sztori, meg az alakítások, de a korszakoknak a stílusai, a ruhák, a frizurák és a sminkek valami fantasztikus, úgyhogy ez egy nagyon csajos film ebből a szempontból, mindenképpen nézzétek meg, tehát abszolút Blake Lively, imádom őt. Csilla kérdezte, valamelyik főiskolai tanárod ismeri a hobbidat, hogy blogolsz? Tanárról nem tudok, de volt egy fura esetem, hogy a Neptunban talán valamilyen vizsgát, vagy valamit nem tudtam felvenni, már nem emlékszem pontosan, és az órarendesnek, vagy nem is tudom sajnos, hogy neki egészen pontosan mi a titulósa, szóval neki írtam, hogy a segítségét kértem, és visszaírta, hogy egyébként a 12 éves lánya szokta nézni a videóimat, úgyhogy ha esetleg ez a 12 éves, ha jól emlékszem, lány nézi most is ezt a videót, akkor innen is üdvözlöm. Ez egy nagyon vicces eset volt, és tényleg nem számítottam rá, de egy jól esett nagyon. Anna kérdése, ha tűz lenne a lakásodban, mit mentenél meg először? A családod már biztonságban van. Valószínűleg megpróbálnám felkarolni a laptopomat és a fényképezőmet, mert ugye azok elég értékesek, és úgy viszonylag könnyen is összeszedhetőek, de ami még ennél is sokkal fontosabb lenne, azok a családi fényképek. Az én családomban elég nagy hagyománya van ezeknek a fényképeknek, mi mindig is ez a fénykép előhívósok voltunk, tehát ugye most is mindenki már telefonnal fotóz, és már abszolút így elfelejtődött ez a rendes papírformájú fénykép, mert az én családomban még mindig nagyon szeretjük, és tényleg annyira jó érzés egy albumot végiglapozgatni, igazi nosztalgia hangulatot tud teremteni, úgyhogy valószínűleg ezeket a régi fotókat próbálnám összeszedni, és azokkal kimenni, mert tényleg ez a legjobb formája annak, hogy felidézzük a régi emlékeket, és mi nagyon-nagyon szeretjük a fotóalbumokat. Gloria kérdése. Ha ez egy kérdés lenne, megválaszolnád? Igen. Csilla azt kérdezte, hogy miből finanszírozod a márkás sminktermékeket, amiket használsz, mert az átlag egyetemista nem teheti meg, hogy Rimmelt, Catrice-t, Max Factort és egyebeket használjon. Második kérdése, de ezért valamennyire ehhez kapcsolódik. Meg lehet-e csinálni az általad készített profi sminkeket jóval olcsóbb, no-name termékekből, ennyire szépen és tartósan, szemhéjpúder bázis és egyebek nélkül? Amúgy nagy rajongója vagyok a videóidnak, köszönöm szépen. Nos, én mindenkit egyébként arra ösztönöznék, hogy kísérletezgessen. Ha elkészítek egy sminkes videót, akkor ott nincsenek kőbevésett szabályok, tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk én egy Max Factor alapozót használok, hogy csak azt használhatjátok, sőt, kísérletezzetek, mert ami nekem beválik, az nem biztos, hogy nektek befog. Én ilyenkor csak színötleteket, összhatás ötletet adok, azt, hogy mivel készítik el ezt az adott sminket, az teljesen mindegy. A Rimmelt, illetve a Max Factort én is valóban kicsit borsos árunak tartom egy egyetemista, vagy egy bármilyen diák pénztárcájához nézve. Személy szerint én a Catrice-t úgy gondolom, hogy egy jól megfizethető, tényleg minőségi márka. Ezen kívül rengeteg olyan márka van, ami nagyon olcsón kapható. Ott van például az Elf, a Makeup Revolution, az Essence, akiknek szintén nagyon jó termékeik vannak, úgyhogy mindenféleképpen érdemes kísérletezgetni. Egyébként, amikor én elkezdtem blogolni anno, már szerintem több mint 4 éve, meg elkezdtem úgy sminkelni, abszolút csak no-name termékeket használtam, ilyen eurós boltokba vettem meg a leg
tényleg névtelenebb márkájú sminktermékeket, és azok közül is nagyon sok maradt meg most is kedvencemként, tehát abszolút nincs egy ilyen kőbevésett szabály, hogy na már pedig a drágább sminktermék a jobb is. Kísérletezzetek, bármit meg lehet csinálni bármiből. Nekem azért van nagyon sok sminktermékem, kicsit drágábbak is, mert nagyon sokat kapok tesztelésre, amit többször is elmondtam. Amióta blogolok, videókat készítek, sok cég szokott nekem küldeni termékeket kipróbálásra, és aztán én eldöntöm, hogy azt használom-e, beszélek-e róla, készítek-e róla videót, vagy éppen nem. Úgyhogy abszolút megértem ezt a problémát, valóban jó néhány márka elég borsos áron árulja a termékeit, de tényleg kísérletezzetek márkákkal, abszolút nem kötelező ugyanazt a sminket ugyanazokkal a termékekkel elkészíteni, mint ahogy én készítettem. És ha már a szemhébázist emlegette Csilla, nekem kettő Essence szemhébázisom is van, amit 1000 forint alatt kapható mind a kettő, abszolút megéri beszerezni, tök olcsó, és nagyon sokáig elég lesz. Debi kérdése az volt, hogy van barátod, hogyha van, hogy hívják? Rengetegen tettétek fel nekem ezt a kérdést, igen, van barátom, aki egyébként egy youtuber, de ennyit árulok el róla. Anita kérdése, szeretsz olvasni? Ha igen, mi a véleményed az olvasásról? Szerinted el kell ítélni a könyvmólyokat? Mert szerintem nem, mert én is imádok olvasni. Na hát Anita, hát nem is értem ezt a kérdést, mi az, hogy el kell-e ítélni a könyvmólyokat? Van olyan ember, aki elítéli a könyvmólyokat? Hát akkor őket kell elítélni. Nem, igazából senkit nem kell elítélni. Abszolút az olvasást a világ legjobb dolgának tartom. Én szerintem olyan másodikos koromban szerettem meg teljesen az olvasást a Harry Potterrel természetesen, és azóta is nagyon-nagyon szeretek olvasni, és én hiszek abban, hogy aki szeret olvasni, az rossz ember nem lehet, bár ez a mondás gyakorlatilag mindenféle formában létezik, de az olvasása nagyon igaz. Én úgy gondolom, hogy rengeteg fantasztikus élményt szereztem azáltal, hogy bizonyos könyveket elolvastam. Én imádom beleképzelni magam másik emberek életébe, és amikor olvasok, akkor valahogy mindig megpróbálok a főhőssel azonosulni. Nagyon hasznos szerintem, mert tényleg nagyon jó, hogy mindig más szemüvegén keresztül látjuk a világot, és ezáltal szerintem a saját látókörünk is kicsit szélesedik, úgyhogy abszolút ajánlom nektek, hogy olvassatok és imádjátok a könyvmolyokat. Bettina kérdése az volt, hogy van-e motivációs táskád? Az nincsen. Van-e motivációs táblát? Hiszel abban, hogyha előre elképzeljük egy álmunkat, vágyunkat, akkor ez nagyobb eséllyel következik be? Bettina egyébként nagyon sok, nagyon jó kérdést tett föl, megpróbálok párra válaszolni, de egyébként Bettina ezeket, amire nem válaszolok, azt kérdez majd meg megint, mert ezek tényleg nagyon jók, és nagyon szeretek erről a témáról beszélni. Konkrét tárgyasult motivációs táblám nincsen, de szeretnék egyébként majd csinálni, viszont nagyon sok olyan kép van lementve a laptopomra, illetve a telefonomra, amik ösztönöznek, illetve inspirálnak, és nektek is azt javaslom, hogy akár csináljatok egy motivációs táblát, vagy legyen a számítógépeteken egy mappa, ami tele van olyan képekkel, amik számotokra ösztönzőek, talán tényleg a tábla a leghatásosabb, hiszen az az, amit mindig láttok, az van rátok a legnagyobb hatással. Én abszolút hiszek abban, hogy amit elképzelünk, az könnyebben megvalósul, szóval én mindenkit arra ösztönzök, hogy igenis legyenek nagy álmaitok, persze maradjatok a realitás talaján, nyilván én sem azt képzelem el, hogy világhírű úszó legyek, mert nem nagyon tudok úszni, de ha van elképzelésetek, hogy mit szeretnétek kezdeni az életetekben, és annak van legalább ilyen pici realitása, akkor az igenis megtörténhet. És nektek nem azon kell agyalni minden nap, hogy Uramisten, ezt hogyan érhetném el, Úristen, most mit csináljak, nem kell ráparáznotok, hanem egyszerűen csak higgyétek el, hogy ez meg fog történni, éljétek át ezt az érzést, és akkor én elhiszem azt, hogy akkor az univerzum úgy fog munkálkodni, hogy ez igenis össze fog jönni, legalábbis én abszolút emellett a filozófia mellett teszem le a voksomat, és megpróbálok így élni, és számomra nagyon hasznos, legalábbis segít abban, hogy pozitívabban lássam a dolgokat. Szintén még Bettina kérdezte, hogy szerinted változott a személyiséged, mióta videózol, akár pozitív, akár negatív irányba? Nagyon sok helyen szoktam látni, mondjuk kifejezetten nálam nem, tehát másoknál láttam, hogy hát téged mennyire megváltoztatott a videózás, már nem is olyan vagy, mint régen, és szóval be kell látni, hogy például én is, amikor elkezdtem videózni, akkor 19 éves voltam, és pont
abban a korszakban vagyok, vagyunk ilyenkor, amikor azért nagyon sokat változik a személyiségünk, nagyon sokat fejlődünk, teljesen más lesz a gondolkozásunk, úgyhogy ezt nem kell feltétlenül ráhúzni arra, hogy na már pedig ez a videózás miatt van, hanem természetes, hogy az ember kicsit változik ilyenkor, mert ez az élettel jár. Én is biztosan változtam. Azt, hogy pozitív vagy negatív irányba, azt nem én vagyok hivatott eldönteni, de vannak olyan dolgok, amiket észrevettem magamon, például régen sokkal nehezebben ment a kommunikáció, főleg így ismeretlen emberekkel nagyon-nagyon zavarba voltam, és ez most már szerintem sokat javult. Magabiztosabb vagyok ilyen szempontból, úgyhogy számomra ez nagyon-nagyon jó érzés. Kinga kérdése az volt, hogy ha lenne 10.000 forintod, amelyből sminktermékeket kell venned, 5 olcsóbb vagy egy drága, de minőségibb cuccot vennél. Nos, itt megint visszatérünk ahhoz a gondolathoz, amit előbb is említettem, hogy az ár és a minőség az nincsen feltétlenül egyenes arányosságban egymással, tehát egy olcsóbb termék is lehet ugyanolyan jó, hogy éppen ezért egyértelműen az 5 olcsóbb termék lenne a válaszom erre a kérdésre, és 5, tehát ha belegondolunk, akkor 10.000 forint, tehát akkor 2.000 forint lenne darabja egy sminkterméknek, amiből hát már bőven nagyon jókat lehetne venni, sőt, igazából ebből a 10.000 forintból már többet is lehet venni, mint 5 nagyon jó sminkterméket, abszolút egy kezdő kis sminkrészletet föl lehetne belőle építeni, alapozóval, szemöldökformázóval, szempillaspirállal, pirosítóval, rúzzsal, ez nem tudom mennyi volt. Minden esetre egyértelműen az olcsó termékeket szavazom meg. Ennyi lett volna ez a Kérdezz Fruzsit videó, ha tetszett, mindenképp nyomj rá egy lájkot, hogy lássam, hogy tetszett, és akkor legközelebb is majd lesz még ilyen. Legalábbis remélem, hogy tetszett, mert én eléggé elfogult vagyok ezekkel a videókkal, nagyon szeretem megválaszolgatni a kérdéseiteket. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is, sziasztok!